Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Május 20-án választásokra kerül sor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara berkein belül. Többek között erről beszélgetünk a Kamara Békés megyei igazgatóságának általános alelnökével, elnökjelöltjével, Kozsuk Kornéllal. Üdvözlöm, köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Üdvözlöm én is. Nos hát, bár itt a bevezetőben a választásokat emeltem én személy szerint ki, de ne ezzel kezdjünk, hanem beszéljünk arról, ami egy másik fontos kezdeményezés volt, Békés megyében is elindult, ez a kamarai határszemlék sorozat. Egészen pontosan mit takar ez? Az eddigi időszakban Békés megyében ez nem volt. Az új felállás után szeretnénk ugye elindítani, pontosabban már hétfői nappal elindítottuk, de rendszeressé tenni a kamarai határszemléket. A gazdatalálkozóknak egyik formája, amikor kint találkozunk a gazdálkodókkal a határban, az ő általuk művelt területeket, határrészeket megnézzük, az ott látottakat kiértékeljük, a tapasztalatokat megbeszéljük, és ugye így aztán, hogy valami probléma van, akkor tudunk nekik segíteni, vagy a többieknek esetleg információkkal szolgálni. Ez rendhagyó és hagyományteremtő célzattal indítottuk el. Az eddigiekben még nem volt ilyen, most már ugye szeretnénk ezt folytatni a továbbiakban is. Már a következő helyszín is megvan, Kondoroson indítottuk, és jövő hó 9-én Orosházára kaptunk meghívást. Az ottani gazdakör meghívott minket, hogy közösen végezzük ezt a határszemlét. Hát ez azt is feltételezi legalábbis így külső szemlélő számára, hogy volt igény a megyei gazdálkodók részéről, hogy legyen egy ilyen fajta folyamatosság az agrárkamara részéről, gondolom én. Természetesen. Ugye itt a kampányban elindítottuk a gazdatalálkozóknak a folyamatát. Hát ez is egy gazdatalálkozó, és hát a gazda hol érzi magát a legjobban? Hát kint a területen, kint egy-egy növényt megnézve, megmutatva, büszkélkedve vele. Ugye ez az ő terepük, és itt jól érzik magukat, nyilván ide hívnak minket, hogy itt beszélgessünk közösen. A kommunikáció, illetve a gazdákkal való találkozás az, aki nyomon követte az Agrárkamarának, illetve a Békés megyei igazgatóságnak a tevékenységét, láthatta azt, hogy a generációkkal való kapcsolódás összekötése a generációknak az egy fontos pontja volt. Itt például volt gyerekeket, a fiatalabb korosztályt is érintő program, ugye rajzpályázatról hallhattunk, és hát volt ifjú gazda találkozó is. Személy szerint ön miért tartja fontosnak a fiatalabb generációk felé való nyitást? Hát nyilván ahhoz, hogy át tudjuk adni a gazdálkodást a fiataloknak, ő a jövő generáció, ők a jövő generációi, meg kell velük ismertetni már kiskorba ezt a tevékenységet, és meg is kell velük szerettetni ezt a tevékenységet. Pont azért indítottuk el általános iskolás gyerekeknek a rajzpályázatot. 230 fölötti pályamunka érkezett be, nagyon jó technikákkal és nagyon szép rajzokkal. Nagyon örültünk neki, és nyilván, hogyha egy gyermek már kiskorában, rajzban is kifejezi ezeket a gondolatokat, akkor ő már nyilván későbbiekben is sokkal barátságosabban fog az agráriumra gondolni és az agráriumhoz állni. A fiatalabbak ugye, az ifjú gazdák, nyilván velük is ugye olyan programokat kell szervezzünk, ami őket érdekli, ami iránt ők fogékonyak, és itt a digitalizáció, a drónos technológia, az önvezető traktoroknak a bevezetése és a precíziós gazdálkodás ugye nagyon fontos, hogy könnyítse a munkájukat. Nyilván ugye a fiatalok szeretik ezeket a tevékenységeket, de már egyre jobban inkább a úgymond tiszta kéz elvén dolgozva a számítástechnikai részeket teljes mértékben elsajátítva próbálják ezeket a munkákat megoldani. Sajnos azok a régi gépeknek a használata, amit sokszor kell javítani, és olajos a kezük, azt már nem nagyon szeretik. Pont ezért próbáljuk mi is ugye őket erre rávenni, hogy a digitalizáció világában a klimatizált, tiszta fülkéjű traktorokba jó kedvel dolgozzanak ők is, hogyha ezt szeretnék csinálni. Itt most egy nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmet, most kicsit megint csak laikus szemmel nézve, itt azért az erőteljes
technicizálódás az egy nagyon fontos folyamat volt az agrárium tekintetében is. Ez bizonyos szempontból ezért a kiszámítható része a mezőgazdaságnak, de ha az elmúlt évekre visszamegyünk, akkor egyrészt volt egy koronavírus járvány, másrészt most itt van egy háborús helyzet, ami szintén kihat a gazdaságra. Ugye Békés megyéről szokták mondani, hogy az országnak ez az éléskamrája. A megyei gazdákkal beszélgetve, akár az ifjú gazdákkal beszélgetve, hogyan érzékeli, milyen a közhangulat, hogyan látják az agrárium jövőjét az itt élő kis dolgozók? Bizakodóan, a gazdaember az mindig bizakodó és előretekintő. Bármilyen nehézség van, ennünk mindig kell. A Covid helyzetben is bebizonyítottuk, hogy az országnak volt teljes mértékben ellátottsága, nem kellett megijedni, hogy nem lesz a boltok polcain élelmiszer, és ugyanez egy háborús helyzetnél, a szomszédba levő válságnál is ugyanez a helyzet. Mi magyar gazdálkodók, gazdatársak teljes mértékben elvégeztük a munkánkat, a növényeink el vannak vetve, az őszi kalászosok lassan már a betakarításra várnak, tehát Magyarország ellátása teljes mértékben garantált, és ezért fognak ők mindent megtenni. Nyilván ez a munkájuk, ez az életük, és ők ezt folyamatosan biztosítják Magyarország lakossága számára. És hát akkor most forduljunk is rá arra, ami tulajdonképpen az alapvető témája a mai beszélgetésünknek, ez pedig a kamarai választásoknak a napja, május 20-a. Mi a tétje egészen pontosan ennek a napnak? Május 20-án kamarai választásokra kerül sor minden megyében. Megyei küldötteket fogunk első körben választani a pénteki napon. Békés megyében egy 90 fős küldött társaságot fogunk megválasztani, akik a jogerőre emelkedés után Békés Csabára beutaznak, és egy küldött gyűlés keretén belül fogják utána megválasztani a megyei osztályelnököket, megyei bizottságokat, bizottsági elnököket, megyei alelnököket és az elnök személyét, továbbá az országos küldötteket. Ez szintén jogerőre emelkedik, az országos küldöttek Budapestre a parlamentbe utaznak, ahol szintén megválasztjuk az országos bizottságokat, bizottsági elnököket, osztályelnököket, országos alelnököket és az országos elnök személyét. Nagyon fontos számunkra, hogy sokan jöjjenek el szavazni, hogy sokan álljanak ki a kamara mögött, hogy erőt tudjunk képviselni és mutatni, hogy a gazdatársadalom támogatásával támogatja a kamarát, aki utána a későbbiekben, mint eddig is értük dolgozik és őket segíti. Ön ugye a Békés megyei jelölt, elnök jelölt, ugye ahogyan ezt említettük is, és hát itt vagyunk a kampányfinisben, mondhatjuk ezt, hiszen két nap múlva már itt vannak a választások. Hogyan értékeli a kampányidőszakot? Azért, ahogy láthattuk, nyomon követhették a mi nézőink is, olvasóink is, hogy rengeteg munkával járt mindez. Ön személy szerint önnek mi a tapasztalata? Nagyon sokat dolgoztunk, igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a gazdáink mindenhol tudomást szerezzenek erről, hogy a pénteki napon választás lesz. Buzdítottuk őket, hogy minél nagyobb számban jöjjenek el. Ugye a Covid után fontosnak tartottam azt, hogy nagyon sok emberrel tudjunk személyesen találkozni, és személyesen tudjuk átadni ezeket az információkat. 37 településen tartottunk gazdatalálkozót, több mint 1000 gazdával találkoztunk a találkozók folyamán személyesen, akiknek átadtuk az információkat, meghallgattuk őket és vártuk a kérdéseket, az ő véleményeiket. Úgyhogy szerintem most ebbe a kampányba nagyon sokat mentünk, csináltuk, reméljük, hogy jól is záródik. Itt előttem van egy ilyen összefoglaló is, 10 000 kilométert tettek meg a megye határain belül, ami azért nem kis teljesítmény. Igen. Batonyától Zsadányig végigjártuk a megye településeit, 31 helyen lesz választóhely, ahova elmehetnek a gazdatársak, ott mindegyiken voltunk, és még ezeknek a találkozóknak a jó hírét hallva több polgármester kérte, hogy náluk is tartsunk gazdatalálkozót, úgyhogy még olyan településeken is voltunk, ahol nem lesz szavazóhely, és át kell utazzanak másik városba vagy településre, ahol le tudják adni voksukat. Nagyon jó visszhangja volt, örültek a gazdálkodóink, kérdezhettek, egyeztettünk, beszélgettünk. Ez nagyon fontos a gazdálkodók számára, hogy személyesen, szemtől szembe tudjunk beszélgetni és találkozni. Voltak-e jellemzően visszatérő kérések, gondolatok a gazdák részéről ezeken az eseményeken?
Volt több helyen ugye a munkaerő problémával szembesültünk, tudtuk is, én is ugye gazdálkodó vagyok, és tudom ezeket a problémákat. Több helyen ugye a inputanyag áraknak és az inputanyag emelkedéseknek a problémájáról egyeztettünk és beszélgettünk. Időjárási nehézségekről ugye, amiről csak beszélgetni tudtunk, mert nem mi intézzük az esőt, de több helyen tudtunk olyan tanácsokkal szolgálni, ahol talaj nedvesség megőrző gazdálkodást lehet folytatni, és ezeket a gyakorlatokat át tudtuk adni a gazdálkodók számára. És aztán voltak olyan speciális kérdések, ugye, amik bizonyos térségre vonatkoztak csak, a zöldségeseknél, a gyümölcsösöknél a saját problémájuk kerültek elő, a sima szántóföldi növénytermesztésnél szintén csak a saját problémáik kerültek elő. Érdekes most kicsit, hogyha a megyétől elvonatkoztatunk és az országos helyzetet nézzük, akkor ugye nemrégiben állt fel az 5. Orbán kormány, és hát abban ugye több változás is történt miniszteri pozíciókban, de például Nagy István agrárminiszter maradt továbbra is az agrárminisztériumnak az élén. Ővele milyen kapcsolatban állnak, illetve hogyha a jövőt is szemléljük, akkor akár éves távlatokban is, mely tervek azok, amelyre az agrárminisztérium részéről segítségre is számíthatnak? Nagyon jó viszonyban vagyunk, és nagyon örültünk ennek, hogy ő tudja folytatni a munkáját. Egy folytonosság ugye mindig bizakodást jelent, hogy azok a munkák, amik már a korábbiakban elindultak, közös munkák, azok ugyanúgy folytatódni tudnak, és a gazdák segítségére lesznek. Jövő évtől ugye a 2023-as évtől új kapreform szerint fogják a területalapú támogatást igényelni a gazdáink. Erről minden helyen beszélgettünk, és ugye a minisztériumban ez a csapat indította el ennek az igénylésnek a rendszerét és formáját az unió fele, és nyilván így ők tudják majd folytatni, és a kitaláltak, megbeszéltek szerint tudják majd ezt alkalmazni. Egészen pontosan még egy kérdés erejéig visszatérve itt május 20-ára. Említette azt, hogy amikor majd minden jogerőre emelkedik, tehát a május 20-i választások lezárultával mennyi időn belül lehet már ugye biztos eredményről, illetve hát a munka folytatásáról beszélni? Hát nyilván ugye pénteki napon választás, a közjegyző összeszámolja, hitelesíti az eredményeket, már ugye a hétfői napon meg lesznek a Békés megyei eredmények is, hogy hányan járultak az urnákhoz, és a küldött gyűlés az olyan 17-e környékén várható majd. Kossuth Kornélnak a továbbiakban is jó munkát kívánok, és köszönöm szépen, hogy beszámolt mindenről. Én köszönöm, hogy itt lettem, és további jó munkát önöknek is. Kedves nézőink, ez volt az Aktuális, kísérjék figyelemmel műsorainkat a televízió képernyőjén, és kövessenek minket a behir.hu-n. Viszontlátásra!